oldali támadásként. A görög támadó beíveli a labdát, Nikolaidis megelőzi Szűcsöt, a bal alsó sarokba fejjel. Már is 1-0-ra vezet az AEK Athén. Aztán a 13. perc eseményen Nikolaidis fölrúgja, Szűcs Mihály immáron második hibáját követi el a mérkőzésen. 11-es az orosz játékvezető, büntetőt ítél a végrehajtó Nikolaidis, a labda a bal alsó sarokban. 2-0 és ezzel már tovább jutó a görög csapat az UEFA kupa selejtező mérkőzésen. És még mindig nincs vége a 26. percben. A nagyon jól játszó Nikolaidis a főszereplő, játékos társa földobja magát a 16-oson belül, az orosz játékvezető 11-essel jutalmazza a görög teljesítményét. Udvarác hiába tiltakozik, Nikolaidis 3-0. Nyilasi Tibor tehetetlenül szemléli csapata szenvedését. A 64. percben Nikolaidis kígyózik, nem tudják tartani. Érkezik Donis a jobb oldalról, és hihetetlen erővel lő, Udvarác még beleér. A végeredmény, a Katén Ferencváros 4-0, továbbjutóak.